sportosat. Híradónk vendége Maros Ádám, olimpiai bronzérmes öttusázó, aki Lengyelországból egy EB aranyéremmel tért haza. Na hát nem semmi parádés eredmény volt ez az EB aranyérem, már csak azért is, mert ebben az évben, ahány világkupán elindultál, érmes voltál, ugye? Így van, hát remekül felkészültél, úgyhogy igen, nagyon jól sikerült az évkezdet. Tulajdonképpen az amerikai világkupa megadta a kezdőlökést az évnek, és azóta tart egy nagyon jó szériám. Most már csak egyetlen verseny van hátra, ugye a fővesenyi világbajnokság, ahol hát remélem, hogy... Ez augusztusban lesz, tehát hamarosan. Hát igen, egy bő egy hónap. Úgyhogy... Én azt hittem, hogy a sok világkupa érem után egy kicsit elfáradsz majd, és az EB-t egy ilyen kis lazításnak veszed, ilyen kötelező versenynek, ahol lesz, ami lesz. De ehhez képest hát oda azért, tettél. Hát persze, hát ugye régóta ismerjük egymást, azt azért te is tudod rólam, hogy bármilyen verseny elindulok, akkor mindig a legjobb szeretnék lenni. Jó, ezzel sok sportoló így van, sok sportoló de aztán így van, mégsem így sül el a történet. Nekem így sült el, nagyon örülök ennek is, nagyon boldog vagyok, főleg úgy, hogy ez eléggé náthásan is megfázva mentem ki erre a versenyre. Ha már itt tartunk, hát, egyes hírek szerint lázas is voltál? Voltam lázas, de azért a verseny előtt egy héttel volt, tehát azért lázasan én sem versenyzek, tehát nem vagyok ilyen elvetemült. Jó, de te előtte 6 nappal, 7 nappal, akkor még azért így csak van. Nem edzettél. De ugye Pálvölgyi Miklós a kapitány mondta, vagy annyira rutinos öreg róka, hogy egy-két nap kiesés nálad már nem számíthat. Hát, hogyha egy jó alapokon nyugszik a felkészülés, akkor valóban nem. Talán még jó sőt ez a kis pihenés, viszont utána megint csak visszaestem, úgyhogy most a kórházba rohantam ide, mert felszúrták az arcomat, átmosták. Megint arcöreg gyulladás? Azért van ilyen kellemes orgánumom, remélem nem fog elcsöppenni a vér az orromból, de tényleg, tehát... Érzékeny vagy erre? Nagyon. Mert már nem először, ha... Nem először, pedig nagyon odafigyelek az egészségemre, tehát az autóban sem légkondizok, illetve erre nagyon figyelek, hogy ne üljek így a légkondi alá. A húzatban nem szeretek ülni, és tényleg próbálom úgy lenni a dolgomat a mindennapi életben. Lehet, hogy ez a 11 órás buszút? Nem, ennek semmi köze nincs ehhez. Ez egy ilyen, hát az elmúlt éveket nézve, akkor azt kell mondjam, a szokásos nyár közepei ilyen megbetegedés. 2011-ben is volt, az olimpia előtt is volt, igen, most igen. Is van, és ugyanígy július elején, július közepén. Hát most még van egy pár napom, hogy kikurálja magam, és akkor jön a VV felkészülés. Hogy csinálod, hogy világkupákon is mindenhol ott tudsz lenni, legjobbak között? Hát elsősorban tényleg csak teszem a dolgomat, tehát csak saját magammal foglalkozok, illetve apró célokat tűzök ki magam elé. Ez általában azért helyezésben is meg szokott mutatkozni, tehát mindig megkérdezik, hogy milyen helyezésenek megelégedve, mindig azt mondom, hogy dobogon szeretnék állni. Ezzel indulok neki a versenynek. És egyre jobban belegszünk be az évbe, és egyre inkább jönnek az eredmények. 2009-ben volt egyébként hasonló évem, mint a mostani, hogy akkor ugye minden versenyen dobogon álltam, és ugye a világkupa döntővel, előtte pedig a világbajnoksággal föltettem az írapontot annak az évnek az igen. egészére. Minden évben a nagy cél az, hogy a világranglistát megnyerem. Nem tudom, nekem ez a perverzium, hogy a világranglistán ott legyek elő. Most hol állsz? Első vagyok, és hát tulajdonképpen már lassan 5 éve nem voltam egy haton kívül, nem is egy haton, de igen, egy haton, mert tavaly 6. helyen végeztem. Akkor téged minden nemzetközi verseny, akkor kiemeltem, fogad a hazai rendezőgárd, hogy itt van a Marosi Ádám? Hát azt nem tudom, hogy kiemelten kezelnek engem. Érzel ebből valamit? Egyébként igen, egy kicsit. Tehát így az elmúlt időszakban, főleg az olimpia után, azért elkezdtem azt érezni, hogy így kicsit kiemeltebben kezelnek, és jönnek oda nem csak az edzők, hanem a versenyzők is tényleg úgy néznek rám, hogy már ilyen barátságosan, tehát nem úgy, mintha ellenfelek lennénk, hanem mintha jó barátok lennénk, és kicsit úgy talán tartanak is tőlem, vagy felnéznek rám, nem tudom, de ez sokkal inkább egy pozitív dolog, tehát egyáltalán nem teres ez számomra. Ez egy nagyon-nagyon kellemes dolog, és jó ezzel így együtt élni. Tehát akkor letettek már arról a vetélytársak, hogy téged legyőzzenek? Most nem. Már kész, elfogadták, Maros után jöjjünk, és nem, akkor... Nem, azt azért észrevettem, hogy minden egyes versenyen azért, így főleg a vívásból, hogy egymás ellen küzdünk, és egymás ellen
megy az asszózás, akkor úgy egy kicsikét úgy még jobban rám vannak így koncentrálva. Vívás. Nem volt nekem egyértelmű és világos, hogy nyilatkoztál, hogy most másképpen álltál neki. Nem tudom, most a vívásnak álltál neki másképpen, vagy magának az egész EB-nek. Ugye, az előbb említettem, volt az a nátha, illetve még mindig van. Ez egy kicsit bekavart, megmondom őszintén, tehát én szeretek úgy felkészülni a versenyre, hogy minden, ami szépen meg van tervezve, amit mi kitűzünk az edzőkkel, munkát, azt megcsinálom, és amikor kell jönni a pihenésnek, akkor jön a pihenés. És hogyha a betegség így bejön, akkor kicsit így mindig megzavarodik az ember, és elbizonytalanodik. Mm-hmm. És én így is mentem ki az Európa-bajnokságra, de a vívásra visszatérve, meg minden egyes verseny más. Ugye azt is nyilatkoztam az újságoknak, hogy én korábban ugye aktívan minden egyes verseny után leírtam a tapasztalataimat, tehát edzésnaplót írtam, és nem csak az edzéseket írtam, hanem a versenyeket is, de minden egyes verseny más, tehát nem lehet ráhúzni egy sémát a vívásra. Egyéb más számokra lehet, ugye fizikai számokban az mérhető másodpercben, ott azért lehet trükközgetni, meg lehet előre nézni. De vívást nem mondtál valami speciális felkészülést, amit nem akarsz elárulni? Annyira speciális azért nem volt. Nyilván azért vannak olyan erőfejlesztő gyakorlatok, amiket én most kezdtem el alkalmazni, egy 3-4 héttel az EB előtt, de ez nem csak a külön a vívásra vonatkozik, hanem az úszásra, futásra is. Tehát egy ilyen alapkoordinációt ad. És hát lassan három éve Kovácsival együtt dolgozunk az Ivánnal. Ugye egykori kiváló párbajtőröző, most ő a női párbajtő szövetségi kapitány. Na most valóban kitaláltatok valami speciális felkészülés módot neked? Nem, egyszerűen csak kezd, én úgy érzem, hogy kezd beérni az a munka, amit itt szépen raktunk bele abba a zsákba, és egyre inkább ki tudom belőle azt venni azt a tudást a versenyeken, amire nekem szükségem van a jó eredményhez. Itt az EB-n jól kezdőd akkor a vívással, ugye? Hát ugye selejtezőben azért nem ment annyira jól, tehát ott ismét jött az a görcsösség, az a nagyon győzni akarás, ami korábban jellemezte az vívásomat. Ugye jönnek a találatok, én szépen megyek lefelé, mentálisan, fizikálisan, mindenhogyan, és valahogyan egyszer csak átlépem a holdpotot, és akkor így, mint egy nem tudom, maratoni futónak a 20. kilométernél így elkezdek fölfelé jönni. Valami hasonló volt egyébként a selejtezőnek a vívásában, a döntőre pedig már pont úgy álltam oda, hogy sokkal lazábban. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz, mert tényleg ezek ilyen nüanszok, tehát hogyha lehetne jellemezni, akkor egy-egy milliméter, egy-egy hajszál választja az embert attól, hogy átessen a lónak a túlsó oldalára, és mentálisan egy ilyen mély völgybe zuhanjon. Most lehet azt tudnod, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy mentálisan olyan állapotban legyél a vívás előtt, ami neked a legjobb? Lehet ezt tudni? Az, hogy így sikült ez a verseny, az azért nagyon jó, mert tudom azt, remélem, ugye mondtam az előbb, hogy nem lehet sémát húzni különböző minden egyes versenyre, de azért egy ilyen tapasztalás, egy ilyen tapasztalat, ami most engem ért az Európa-bajnokságon, ezért nagyon-nagyon jó lesz így a jövőre nézve. Tehát bízom benne, hogy elkaptam akkor a fogalat. Még jobb leszel? Talán még jobb leszek. Szeretném ugyanezt a kiegyensúlyozott szériát folytatni, továbbvinni még a világbajnokság, illetve még az elkövetkező 3 évben, de azt azért én is érzem belül, hogy egyre inkább több tapasztalat van bennem, egyre inkább több tudás van bennem. Talán rutinosabb is lettem, meg öregebb is lettem, és bölcsebb is, 29 évemmel, de valóban ez egy olyan élmény volt, egy olyan tapasztalás volt, ami nagyon-nagyon sokat számított nekem. Korábban is vívtam már jó világversenyeken, mert volt nekem már 900 pont fölötti eredményem, sőt világkupán volt nekem 1000 pontos vívásom is egy-két évvel ezelőtt, de az is másfajta vívás volt. Ez egy olyan vívás volt, ahol teljesen görcsmentesen játszva az ellenféllel, boldogan felszabadultan tudtam. Na de ez a kérdésem, hogy tudod, hogy mit csináltam, tudom, mit kell ahhoz, hogy így tudom, de azt most neked nem fogom elmondani, mert sokan nézik a tévét. Jó, de lényeg, akkor tudod akkor. Így van. Ez egésznek a lényege, hogy te tudod, edző tudja, más nem érdekel. Így van. Majd hozod az eredményeket. Melyik volt az a szám, amivel nem voltál megelégedve most az EB-n? Én úgy gondolom, mind az öt szám nagyon jó volt. A,
az úszás, illetve a fizikai számok azért voltak jók számomra, és szerintem, mert egy betegségből jöttem ki, és egy betegség után tudtam úgy teljesíteni, ahogy egyébként máskor 100%-os állapotomban. Tehát ez így nagyon-nagyon jó volt. Lovaglásnál egy nagyon problémás lovat kaptam. Az első kanyarban volt egy összetett ugrás, és a BLM-nél kétszer is megállt. Na most azt tudni az ötös a szabályokban, hogyha egy ló háromszor ellenszegő az ugrásnak, akkor automatikusan kizárják a versenyből, és én lócserét kérhetek. Kicsit rossz indulatúan, vagy hát nem tudom, picit azért szorítottam, hogy még egyszer megálljon, és akkor kapok egy új lovat. De valamiért az égiek azt mondták, hogy nekem ezt a lovat, ezt meg kell oldanom, ezt a feladatot, ezt nekem meg kell csinálnom. És hát a körülményekhez képest jól megoldottam. Azt hiszem 6 hiba pont? Nem, 3 verőhiba volt. 3 verőhiba volt. A futásnál pedig nagyon-nagyon fáradt voltam már. A ló nem állt meg, neked nem tiltakozott? Nem állt meg, azért... Érezted, hogy gondolkodik a ló, hogy most meg akar? Nem éreztem, mert a melegítő pályán azért olyan dolgokat kell ilyenkor csinálni, a speciális dolgokat. Itt megint nem akarok kimenni, nem akarom részletezni. A lényeg az, hogy olyan állapotba kell hozni a lovat, hogy a lovas azt érezze, hogy szét akar durrani az erőt, és menni akar előre. Na most én ezt az állapotot el tudtam érni ennél a lónál, és nem volt kérdés, hogy most megáll, vagy nem áll meg. Igaz, voltak olyan két ugrás közötti távolságok, ahol például egyet többet vágtáztam, tehát nem egy öt vágtaugrásos volna, vagy egy két ugrást vágtázik, ő hatot vágtázott. De ezt, amikor már leugrottam az első ugrásra, és mentem rá ugye az öt vágtaugrásos második ugrásra, akkor időközben kapcsoltam, hogy ez így nem lesz jó, inkább fölveszem, és inkább egyet többet vágtázom. Ebből jött aztán egy-két verőhiba. De hát nem lett végzetes. Nem lett végzetes, de nagyon elfáradtam, tehát majdnem végzetesen elfáradtam. Tényleg, ugye, aki a versenyben a legelől áll, az lovagol legutoljára. És nagyon kicsi a különbség a lovaglás és a futás között. Tehát, ha elkezdtem melegíteni, akkor nagyon-nagyon fáradt Mennyi volt az idő? Hát egy bő fél óra, ami azért nem olyan sok. Tehát leszálltam a lóról, volt egy kis átmozgató masszázs. Én nem is átmozgató masszázs, hanem a masszörünk bekent engem melegítőkrémmel. Ezután volt egy 10 perc pihenőm, és már mentem futni. Illetve mentem melegíteni. Nagyon-nagyon fáradt Ilyenkor az nagyon rövid idő, még ahhoz is rövid, hogy fejben az ember át tudja magát tenni, nem mentálisan át tudja magát helyezni a futásra, rá tudjon koncentrálni. Rövid, de az évek során azért én hozzászoktam ezt, tehát már tudom Mert ugye az emberben benne van még a lovaglás, okozta a stressz, meg akármi. Egy kőkemény vonalat húzni. És akkor gyorsan mindent kitörölni, és csak a futásra. Igen, minden egyes szám után egy nagyon erős vonalat kell húzni, pro-kontra, tehát ha jól sikerült a vívás, akkor oké, örülünk egy 10, max. 15 percig, igen, de utána tovább nem lehet. A következő szám. Nehéz volt ezt megtanulni egyébként? Évek kellenek hozzá. Sok verseny. Nagyon-nagyon sok verseny, és hát főleg agy, ugye, hogy ember minél többet foglalkozzon ezzel az egésszel. És hát olyan edzők és olyan emberek állnak mögötte és mellette, akik erre meg tudják tanítani. Nem könnyű feladat. Ezt az ember nem érzi? Tehát meg kell tanítani? Ezt meg kell tanulni, igen. Ezt meg kell tanulni, kicsit le kell hozzá higadni, és hát kell hozzá egy olyan versenyzői képesség, ami hál' az egynek nekem megvan. Jó. Vonal, jön a futás. Igen. Tudtad, hogy a Kassa Robival nagy versenyben vagy? Aki végül is egyéni második lett az EB-n. Így van. Azt poénból mondtam is a Robinak a lovaglás elején, hogy többiek jó sok hibát fognak majd elvéteni a lovaglásnál, és majd az aranyévet majd kettő között elosztják, a csapatot meg egyenlik, azt mondja, hogy Ádika, igazad legyen. És igazam lett. Azt láttam a szemem sarkából, hogy a harmadik helyen indult a futásnál, és végül másik lett. Ilyenkor azért tehát érzékeljük, hogy a másik ember hogy lő. Tehát már csak azért is, ugye, mert így látunk, nem pedig így. És azért láttam, hogy Robi nagyon-nagyon jól lő. Tehát, és ugye a futópály is ugyan kialakítva, hogy nem csak simán egyenesen megyek, hanem vannak visszafordító húrkok, meg mit tudom én, ilyenek, ahol látja az ember azt, hogy hol tartanak az ellenfelei. És hát egyre jobban jött föl, és az utolsó lövészet után ugye együtt futottunk ki a lőállásból. A pályának volt egy olyan sajátosság a futópályának, az 800 méternek az elején volt egy 150 méter ilyen nagyon-nagyon súnyi emelkedő. És akkor egymás mellett futottunk, és akkor gondoltam, hogy egyértelmű egy halálon megpróbálok itt most ellépni. Azért emelkedő is volt, meg azért, hogyha az ember nem kapcsol, az ellenfél nem kapcsol, hogy itt most
megtolja az ellenfél, adott esetben én, és esetleg késő reagál, akkor az alatt az idő alatt 5-6 méterre is el tud lépni az ember után, nagyon nehéz ezt felhozni. És bevállaltam, és úgy néz ki, hogy ez bejött. Utána volt egy visszafordító kanyar, és ott már úgy le volt maradva a Robi, hogy picit nyugodtabban tudtam lefutni az utolsó 300 métert. Jó futó vagy? Tessék? Jó futónak számítasz? Jó futónak számítok. Az van, hogy nagyon erős az ellépésem, tehát én nem tudok olyan szerelősen lépkedni, mint nagyon sok más futó. És az olyan futópályákat szeretem, ami például a világkupa döntőn is volt, szépen van talán lábam alatt, és akkor el tudok lépni. Tehát nekem nem okoz gondot aszfalton futni, nem fáj tőle a lábam. Szeretek a pályán is futni, a futópályán, de ezek a gidres, gödrös, göröngyös, hajtűkanyaros, füves pályák, ezek a hadilábon állok, tehát ezeket még úgy szoktam kell. De hát a futófelkészülésem az nagyon jól sikerült, hogy az alapozás, és hát itt a jövőben is majd egyre több olyan edzést kell majd végrehajtani. Hasonló körülmények között, mint amilyen pályákat építenek mostanában a futók, a futóversenyekre. Azért parádésan szerepeltek a magyarok, megye hölgyeknél is egyéniben. Igen, ráadásul 20 éves a Zsófi, de ő például egy tipikusan jól esett, ugye 20 éves, most lesz a női világbajnoksága neki Székesfehérváron, nem is van, sokára fog kezdődni. Hogy ő például az örök elégedetlen, tehát ő beért, és nem az, hogy örült volna, hanem így már megint, hogy mit rontott el, meg hogy neki most a junior VB-je fontos. Őt azért még tanítgattunk el egy-két dologra, de nagyon jó úton halad. A felnőtt EB nem annyira fontos, mint a junior világbajnokság? Hát ezt lehet, hogy nem így mondta szó szerint, csak érzékeltette velünk, hogy neki a junior VB most a fő. Nem mondom, Zsófi, mondom. Azért csak felnőtt Európa-bajnokságot nyertél, ott azért komolyabb a mező, mint egy junior VB-n. Egy felnőtt, hát ugye minden eredményt a felnőttekhez viszonyítanak. Így van. Az óriási dolog. Hát még fiatal. Fiatal, még van mit tanulnia, de nagyon jó úton halad. Ahhoz, hogy tényleg olyan versenyző, mint akár a Vörös Zsuzsi volt. Kassa Robi, megmarad most ebben a jó formában, vagy? Hát ezt tőle kell megkérdezni. Remélem, hogy igen. Jó a kapcsolatunk, egészséges élőzállás megy kettő között, illetve a magyar csapaton belül, úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden adva van ahhoz, hogy tényleg egy olyan jó csapat kialakuljon, illetve nem is kialakuljon, mert már kialakult, mint annak idején volt a Balogh Gabi, Sárfavi, Hanzilli, vagy ugye régen, ha szabad említelem az ő nevüket, ugye Fábián Martinek, igen. Mizsér nagy csapatot. Beszélsz mostanában ezekkel a nagy öregekkel? Felhívnak téged, gratulálnak neked? Nem, felhívni nem. Hívnak, amikor találkozunk, akkor mindig oda jönnek, kedvesek. De ugye egy esemény után akkor nem csörögnek rád, nem küldenek SMS-t? Nem. Tehát azért általában Pálvegyi Miklós szövetségkapitány az elmúlt években csinált egy olyan már hagyományszerűséget, hogy a világbajnokságot, az Európa-bajnokságot Tatán összehívjuk a nagy öregeket, és akkor főzős kézés ütögetés keretén belül, akkor... Volt most is? Most nem volt, de a világbajnokságot szerintem lesz, és akkor jönnek az idősebb versenyzők, és akkor egy kicsikét úgy ők is visszacsöppenek ebbe a régi öttusa kerékvágásba. Nem vagy elfáradva? Hát ebbe az évben, bocsáss meg, ugye nem is tudtunk időpontot megbeszélni, világkupai érmeid után, mert mindig folyamatosan verseny, edzés, verseny. Lehet a betegség is azért, mert egy kicsikét sok volt, veszített volt a tempó. De most van tényleg egy 3-4-5 napom arra, hogy összekapjam magam. Jó sok. Becsültek. Rengeteg idő. Én nagyon bízom benne, hogy ezzel most átmosták az arcüregemet, meg fő van töltve antibiotikummal. Holnap reggel úgy fog fölkelni, hogy sokkal jobb, mint most. És hát egyre napról egyre egészségesebb és egészségesebb leszek. És tényleg úgy tudok nekiugrani a világbajnoki felkészülésnek, ami egyébként 4 hét lesz, hogy teljesen egészségesen. Most ez a legfőbb célom, tehát most nincs átmozgató edzés, nincsen külön lovaglás, nincs külön vívás. Most az egészség az, ami a legfontosabb, és csak arra koncentrálok. Az év fő versenye neked akkor világbajnokság, ugye? Azt tűztem ki célul, tehát szerintem minden sportolónak, akinek ugye van világbajnokság egy adott évben, annak az a fő versenye. Így van. Hát nem tudom, hogy gond, de vagy tehere, hát ugye most már mi laikusok eleve
ezt várjuk tőled aranyért. Köszönöm, kedves vagy, illetve hát kedvesek a szurkolóim is. Aranyémet várnak tőlem, azért nem annyira egyszerű, tehát azt, hogy én most így vívtam. Nem azt, hogy most így vívtál, hanem... Csak hogy az elmúlt időszakot nézzük, azért tényleg minden egyes szám így úgy állt össze, és az ellenfelek akkor hibáztak, amikor nekem a legnagyobb szükségem volt arra, hogy ők hibázzanak. Ez nem törvényszerű, hogy minden egyes versenyen innentől kezdve ez így be fog következni. Nem törvényszerű, hogy minden versenyen 1000 pontot vívok, nem törvényszerű, hogy minden egyes versenyen jó lovat húzok. Tényleg én azért megyek ki, mert dobogóra szeretnék állni. Azt, hogy melyik foka lesz, azt nem azt, hogy nem érdekel. Nagyon-nagyon fontos, hogy melyik fokára fog felállni, de tényleg én dobogón szeretnék állni a világbajnokságon. Már csak azért is, mert ugye az év végén a világranglistával még azért nagyon-nagyon beleszólt ez a világbajnokság. Egyszer sem érezted úgy, hogy most legszívesebben elköltöznél Magyarországról egy-két hétre legalább? Hagyjanak békén, Nagyon sokszor érzem ezt. Tehát most, hogyha azért az EB-ről, szinte folyamatosan csörög a telefonom. Ezt nem mondom, hogy csak, mert még mindig sokkal jobb, hogy így csörögjön a telefon, mint hogy egy rosszul sikerült verseny után senki ne keresse meg az ember. Tehát persze, nagyon szívesen elmegyek, de valóban egy kicsikét azért néha sok-soknak érzem, és jó lenne egy kicsit úgy elmenni a világ elől, de ennek még nincs itt az ideje. VB után tervezel egy nagyobb lélegzetű pihenőt? Természetesen, sőt, hát hogyha Jóisten is azt akarja, akkor a világbajnokság után úgy fogunk beszélgetni, nem lesz voltam szemüveg, mert hogy meg akarom ütetni a szememet, így ilyen lézeres technikával. Minuszos, pluszos? Közelre látok, jó távolra pedig rosszul. Úgy tudom, ezt úgy hívják, hogy rövid látás, de ezt már... Tehát minuszos a szemed, értelek. Minuszos a szemem. És ez zavar egyébként az öttusában? Főleg télen, tehát télen is. És a Gyeneső Lejlával beszélgettem erről, hogy ő mondta, hogy Ádi, tulajdonképpen valamin keresztül nézed a világot. És hát, hogyha ezt végig gondolom, akkor nagyon igaza van, mert tényleg egy lencsén keresztül nézek. Tehát én nem tudom képzelni azt, hogy milyen az, amikor nincs voltam szöveg és tisztán látok. Hát így is fel lehet fogni. Igen. Azért volt bennem egyébként sokáig kép, hogy megmutassam magam vagy se, illetve hát, hogy mi legyen a jövőben. Lehet, hogy be fog zavarni az öttus állásomban, de hát akárki eddig beszéltem, mindenki azt mondta, hogy ez badarság. És aki az olimpiát nyerte a szóda, őnek is meg lett ugyanígy nyitva a szeme. És ő így nyert olimpiát, előtt is voltak sikerei, úgyhogy... Értelek akkor. Szemműtét, és akkor meg lesz jobb az olimpia aranyérem is, akkor neked is. Benne. Egyenes út. Bízunk benne, hogy így lesz. Így van. Család minden rendben? Természetesen. Otthon, tehát minden rendben van akkor. Persze, minden oké. Úgyhogy megyünk a Tatára, szépen 3 hét lesz ott felkészülés, és 1 hét pedig ott, itthon Pesten. Ugye azért úgy egybe vagy, ugye? Igen, de mondom, ez a nátha azért ez már kicsit sok, tehát 2 hete vagyok nátha. Mi hiányzik neked? Mi az, amit úgy csinálnál, csak most nem lehet? Van olyan, amire úgy vágynál? Ugye nekem van egy chopperem, nagyon nem szeretik, hogy motorozok. Nagyon ritkán motorozok egyébként, ez egy tipikusan hétvégi motor, hatalmas, nagy, pöfög. Nem is túl gyorsan, annyira gyorsan. Én mit lovas ember nem szeretem, utálom ezeket. Nagy hanggal. De jó, nagyon jó, nagyon szeretem a motort. Ami hiányzik, egy kicsit talán a sebesség. De ez nem azt jelenti, hogy most kimegyek a stúdióból, és akkor fölülök egy 1001-es Yamaha-ra, vagy Honda-ra, és küldöm. Csak itt Pesten, itt Pesten is környékén, tehát nem szoktam elmenni túrázni. Csak a saját magam szórakoztatásra elmegyek egy max. Másfél órá, és akkor a rakparton végigbefülök, és nézem a szép Budapestet. Ez ami hiányzik most? Talán egy kicsit a motorozás, de minden megvan az életemben, amire nekem szükségem van, és amitől én boldognak érzem magam, és boldog vagyok. Úgyhogy elmondhatom magam, hogy most mindenem megvan. Így legyen, és akkor a világbajnokság után újra itt találkozunk. Hát úgy legyen, és egy sikeres VB után. Sikeres VB után. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. További sportosat.